hogy Budapesten jár, hogy nem semmi telefonot találtam. Ugye pont erről szoktunk beszélni vályokházaknál is, hogy ha ilyen lefolyó, ilyen zárt lefolyóról van szó, akkor nagyon könnyen eltűnődhet a falevelekkel, és akkor ez történik, amit sok esetben nem is látok. Tehát egyszerűen már nem szivárog le a tavalyba, illetve leszivárog, csak éppen nem a csövön keresztül. És ha azt gondolnátok, hogy ez ritka eset, akkor nem kellett sokat jönnöm, gyakorlatilag minden második vagy harmadik ilyen lefolyóval van indulva, ez meg ráadásul szét is van csúszva, hogy senki az égvilágon nem foglalkozik vele. Nem csodálkoznak, hogy házik a ház fala és nedvesedés van a pincében, ilyen bérházaknál is, stb. A másik érdekes dolog pedig ez. Nézzétek meg, hogy hogyan összeszűkítve. Azt mondja, egy lépés, két lépés, három lépésben lett összeszűkítve.